Katarzis. Klasszikus zenéről őszintén Szatmári el a Rádiókafén. Szervusztok, ez itt az Zenyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit, mai vendégem Zalán Tibor, író, költő, szervusz, köszöntelek a stúdióban. Jó napot, szervusz! És boldog születésnapot kívánok! Ezek Köszönöm kerek szépen! Kerekélforduló, hogy telik a, hogy telnek hogy a mostani napjaid? Tudod, a kerekélfordulók azok mindig úgy telnek, amikor kevesebb a teltsége, akkor jobban, amikor már mondjuk egy hetes van a nulla előtt, akkor már, már vacakabbul működik a dolog, és bennem. Ugyanakkor van egy ilyen furcsa, furcsa, öröm is, hogy olyan emberek köszöntenek meg, akikre nem számítottam, és olyan sokan köszöntenek meg, akik, akik nem köszöntöttek volna, mert amikor 20 éves voltam, ami azt jelenti, hogy hogy az elmúlt 50 évben, vagy közel 50 évben mégis össze tudtam szedni annyit, vagy össze tudtam rakni annyit, össze tudtam alkotni, csinálni annyit, hogy az emberek megbecsüljönek. Tehát van egyrészt egy megbecsülés, másrészt pedig van egy, egy ostavaros, ostavaros szélzésed, hogy, hogy nem érzed magad 70-nek, pedig 70 vagy. Aki pedig 70, az, az nem gondolja azt, hogy 50, vagy 40, vagy 30, ezzel játszom egy ideje, és ez... Nem gondolod valóban? Nem gondolom, de valóban nem érzem. Ezzel játszom egy ideje, hogy, hogy elérek, elérek saját magamig. Hogy tudomásul vegyem azt, hogy 70 éves vagyok. Ez ez fizikailag, elvileg könnyebben megy, mint lelkileg. Nem, nem jó, nem jó megöregedni. Tudnék, egy 70 éves ember öreg. Nekem az 20 éves koromban nagyon öreg volt, 50 éves koromban már elég öreg. 60 éves koromban már öreg, most pedig ott vagyok, hogy, hogy, hogy el kéne számolnom azzal, hogy, hogy, hogy visszafelé forog az idő kereke, és én, és én még mindig nem vagyok képes arra, hogy ezt megtegyem. Uh -huh. Én egyébként most 46 éves vagyok, és nem olyan régen kezdtem azon gondolkodni, amit te is mondtál, és így valahogy úgy érzem, hogy fogy az idő, és mindent elkezdek jobban megbecsülni. Ez nem azt mondta, nem gondolom azt, hogy koravén lennék, vagy ilyesmi, hanem van egy ilyen, ilyen, ilyen belső gondolatom, hogy jobban igyekszem megélni a pillanatot. Ilyesmiről beszélsz, vagy félreértettelek? Ilyesmi is vannak természetesen. Ilyesmi is vannak természetesen. É, ha, ha, azon tűnődöm, hogy megcsináltam, amit meg akartam csinálni, akkor megcsináltam. Tehát olyan sok minden nem tartozom már saját magamnak. Mit akartál megcsinálni az életben? mi az, amire azt gondoltad, hogy mindenképpen megszeretted volna, és azt mondod, hogy megcsináltad? Író akartam lenni. Hát az sikerült. Nem biztos. Nem biztos. Az, az, hogy írónak tartanak, az egy kérdés. Az, hogy én magam, minek tartom magamat, azt, azt ugye nekem kell eldöntenem. Én azt gondolom, hogy költőként, mivel hogy tavaly befejeztem a költészeti munkálkodásomat, költőként befejeztem a, a amit akartam, drámaíróként az idén befejezem, amit ed eddig akartam csinálni. Körülbelül ott vagyok, ahol ahol a magamat, és van még egy regény ciklusom, aminek az ötödik részét kell megírnom, most már két év csúszással. Azt megírom a papírváros. Akkor, a papírváros, igen. Papírváros, akkor, akkor azt mondom, hogy, hogy kész vagyok. Kész vagyok. Tudod, akkor nem fogom tudni pontosan, hogy mit akarok. É, van egy szemüvegem, fölteszem, ilyen okos kinézetem lesz, és nem tudom, rossz könyveket olvasok, butaságokat csinálok. És ha leveszed a szemüveget, akkor milyen, milyen, milyen és milyen ábrázatod van? Akkor a bohém, szakállas, szétszorthajú. Igen. Igen, ha leteszem a szemüveget, mindjárt, mindjárt, mindjárt rosszabb a külső, mindjárt, ha. mindjárt kevésbé vesznek komolyan. Nem hiszem, hogy, hogy 71 évesen más teszek, mint most voltam. Sok a probléma az életemben, ezeket, ezeket próbálom megoldani, és azt mondják, hogy laza vagyok, igyekszem laza lenni, ha tudok. Hát azért nem véletlenül kértek föl téged arra, hogy a Repcinca nevezetű folyamatot, elemzési folyamatot, így finoman szólva azért elvégez. Azért nyilván ennek volt egy Miért kértek téged fel erre? Ugye a rap cince az egy sorozat, amit a hajógyár csinál, és te repszövegeket elemzel irodalmi alkotásként, anélkül, hogy meghallgatnád előtte a magát a zenét, amihez készül a szöveg. Én nem tudom, hogy miért kértek fel. Nem tudom, hogy miért kértek fel, egyszer csak ott voltam, és engem minden érdekel, amihez nem értek, tudod? És a rephez én végképp nem értettem, és a rep az nekem ilyen, ilyen nagy darab feketék, elképesztő ő, számomra elképesztően otrombán ő, hörögnek, és, 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 bizonyos ütemekben a fejüket. És amikor felkértek el a reptintának az elemzésére, akkor valóban úgy kezdtem, ahogy mondtad, és ezt hangsúlyoztam is, hogy én nem hallgattam meg ezeket a dalokat, hanem néztem a szövegeket, és én arra vállalkoztam, hogy megnézem azt, hogy a repbe van-e költészet. Van-e ezekbe a szövegekbe költészet, vagy egyszerűen csak nyomják, nyomják Bunkóban, vagy kevésbé Bunkóban, okosabban, vagy kevésbé okosan a dumákat. Majd én eh, eh, olyannyira nem, hogy például nem tudtam, hogy, 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 hogy bizonyos költők repzenészek eh, is, és, és egyszer aztán úgy gondoltam, hogy mégiscsak meg kéne hallgatni ezeket a, ezeket a zenéket is. Most ott tartok, hogy nagyon komolyan eh, nekiálltam hallgatni ezeket a műveket, tehát 20-szor, 30-szor meghallgatok egy-egy zenét. Tudni, rájöttem arra, hogy, hogy a rep az egy, az egy olyan közéleti költészeti forma, ami hiányzik a magyar költészetből. Nem kell az költőnek lenni, hogy az ember tisztességesen beszélni, és okosan köt mondjon, de, de vannak rep akik tisztességesen, okosan és jól tudnak beszélni. Tehát, tehát a, a, a költészet az egyébként is leszállóákban van, azt hiszem, a társadalmi megítélésben és az olvasottságban, viszont a rep jön fölfelé. Ha észrevetted, nagyon nagy a tábora. Nem a, nem a, a nagyon nagy repesekre nagy nevű repesekre gondolok, mert azokat részben nem ismerem, részben pedig azt hiszem, hogy az üzleti kérdés már. De a klubokban, és most nem mondjuk zenészeket, de akikkel én foglalkozom, a, a, a az akváriumban, vagy a, vagy a szatyorban, vagy tehát ilyen 100-200-300 félhelyes helyeken, ahol megszólalnak ezek a zenészek, nagyon-nagyon súlyos dolgokat mondanak el. Persze én, én dumálok, mondom nekik, hogy nem kell mindig a, 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 szerről énekelni, meg nem kell mindig szívni, meg nem kell mindig, nem, nem kötelező káromkodni, É, pedig igen, időnként kötelező káromkodni, és elképzelhető, hogy én, én, magam nem szívok, de elképzelhető, hogy szívni is lehet néha. É, olyan, nem olyan, is próbáltál ilyen, ilyen jellegű tudszat soha? De, de többször próbáltam Aha. ilyen tudszokat. Ha befér a műsorba, elmondom neked a legszebbet. Én, én Torontóban tartottam, egyetemre hívtak meg Torontó Egyetemre, és ott kellett volna beszélgetnem, kellett is beszélgetnem előadást tartani az én nagyon arra és megjelentek mi fordítottak, akik fordították angolra a műveimet, és előtte akkor még nálunk nem volt cucc. És előtte áldogáltunk a... a, a Ez milyen cucc egyébként, mert itt többféle cucc van. Gondolom a Aha, oké. Okay. És, és nem volt, nem volt, nem volt, szóval én nem nagyon ismertem ezeket, nem is éltem velük és nem tudom, hogy használják. És akkor körbeálltak az egyetemistek, nagyon örültek nekem, csináltak bablevest, de sajnos azt olvasták valahol, hogy abba kell ecet, és akkor egy üveg belöntöttek a bablevesbe, tehát valami elképesztő íze volt, mindenki jóképet képet vágott hozzá, és cigarettáztam, akkor még cigarettáztam. Most is csak, de csak éjszaka és egyedül. És járt körbe a cigaretta. És én ezt nem ismertem. És én kínáltam mindenkit az én cigarettám, és nem fogadták el, hanem az ő cigarettát. Nem mit akar az öreg? Mi, hogy mi, mi hagyomány? Az nem a... voltam még olyan öreg. Most vagy, most, most se vagy, most se köz, vagy. Köz, aranyos vagy, de nem voltam még olyan öreg. És nem, hát az egyszerűen nem más generáció volt, is, és, és nem, nem, értették, hogy miért. Én meg szívtam az ő végét, mm -hmm. tehát nem kell, nem kell, nem kell. És aztán azt mondták, hogy legyen akvalung. Akvalunk, ugye víztüdő. Mm -hmm. És hoztak egy ilyen két literes ő, üres üveget, meg egy nagy edényt, az edénybe töltötték hidegvizet, lenyomták az, az alj, a, 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 a nyakáig az üveget, majd aztán engedték fölfelé, a tetején pedig meggyújtottak egy kis ö, ö, szűrőn valami, valami füvet szintén. Uh -huh. És én még, még, még mindig nem kapcsoltam, hogy az valami. Uh -huh. Tudod? És akkor mondták, hogy szívjam ki. És azt hittem, hogy az, az a lényeg, hogy köhögök-e. Ennyire naiv ember voltam, és akkor kiszívtam. Kétszer-háromszor. Az azt jelenti, hogy két-három marihánás cigarettát elszívtam abban a pillanatban, amikor ez megtörtént. Semmi gond nem volt, amíg föl nem mentünk a színpadra, hanem amikor megszólaltam, akkor következett be a balhé. Tudnék, nem volt a fülemben hang. Hangszórókból hallottam a saját hangomat, de nem volt hangszóra a teremben. Aztorin maximum volt, jó. Tehát azt hallottam, hogy ott beszél valaki, aki én vagyok, és abban a pillanatban beállt az a, az, az egyensúly zavar, a lelki egyensúly zavar, hogy most, most mi a túró csinálják. És akkor mondtam a, a többieknek, a, a mi hogy én magyarul, magyarul mondtam egy versemet, és a versbe belvettem, hogy most, én most leülök, ti pedig beszéljetek, olvassátok angol a versémet, aztán majd meglátjuk, hogy mi következik be. Az következett be, hogy én felébredtem másnap a szállásomon, ott ültek mellettem a műfordító barátaim és a szállásadóim, kiderült, hogy éjjel háromig vitatkoztam angolul az egyetemistákkal, vagy beszélgettem Kantról, Kirkegorról, Pichtérről, egyébként most se tudnék veled magyarul. Tehát valami egészen furcsa következett be, és tehát éltem, éltem szerrel, uh -huh. de, de, tudatosan úgy, hogy én, én rászoktam volna, nem éltem. Uh -huh korábban egy másik beszélgetésben azt mondtad, hogy legalábbis akkor azt mondtad, most már lehet, hogy megváltozott ez a véleményed, hogy nem tartod költészetnek a repet, csak vannak olyan momentumok, amikor kvázi a költészet kikandikál bizonyos momentumokban, részletekben. Ez változott azóta, vagy most is így gondolod? Most se tartom a repet költészetnek. Závada Péter például költő, de a rep szövegei nem költészeti művek. Én azért, azért vállaltam ezt a rep játékot, mert mert mindenhol megcsillan valami aranyrög. És ezek az aranyrögök, ezek a költészeti és közéleti költészeti aranyrögök, ismétem magamat, nem csillannak meg ma a magyar költészetben. Magyar költészet, nem tudom, hogy hol tart, ha tudnám, akkor okosat mondani most ezt neked. Pont kérdezni, hogy milyen most a magyar költészeti közélet, vagy most mi milyen viszonyok jellemzik most, hogyha mondjuk én Amerikából jövök, vagy Torontóból, és akkor Szevaszti Bartel, hallom, hogy itt költő költőíró vagy. Mit kell tudni a magyar költészetről, Mi ez? Akkor, akkor tudnál valamit mondjuk röviden öt mondatban mondani nekem? Persze, tud, Azt nem mondani, hogy, hogy adok neked öt könyvet olvasd, olvasd, ja, olvasd, Imrét, vagy olvasd el Babi vagy olvasd el X-et, vagy olvasd el Y-t, Jánost, vagy sok. So, Tudnék sorolni költőket, akik el kéne olvasni, de azért nem menné sokra. A magyar költészet ő, valahol ő, keresi saját magát. Most megint, megint úgy érzem, hogy keresi saját magát, és és ami ő, ő, teljesen adekvát volt a 70-es, 80-as években, a Ladányi Miska elmondta, hogy mi van a magyar valóságban. Egy Váci Mihály, aki egyébként egységesebb költő volt, mint ami maradt belőle, de ő is el, el, elmondta még, a nem elég, még nem elég, meg hasonlókat mondtak. Tehát volt egy ilyen közéleti jelenléte a költészetnek, és volt egy igény arra, hogy a költészet a mindennapi életedben benne legyen. Most az, hogy az, hogy a, a nekem mi a bajom, hogy szerelmes vagyok, vagy szomorú vagyok, vagy, vagy, vagy nem tudom én, ő, ő, leesett a, az éjszaka, az eső, és, és úgy érzem, hogy a világ ez elmerül, ez nem kell feltétlenül, hogy érdekeljen. Tehát nem tudom megmondani, hogy hol tart a magyar költészet, viszont a Rebben, nem véletlen, hogy jönnek ezek a fiatal, fiatalok és hallgatják, és nem csak azért, mert káromkodnak benne, és nem csak azért, mert, mert, mert szerekről beszélnek, még nem csak azért, mert, mert időnként oda-oda-oda csapnak a hatalomnak. Egyszerűen arról van szó, hogy olyanokról beszélnek, amik ezeket a gyerekeket érdeklik. Meg a... akár a kicsit a is, Így valahol. van, így van. Téged is, így... meg engem is. Engem is. Bámomozolt ez a cína. Engem is. Nézd, én kijöttem a vígszínházból a, a csehov Sirály szünetében, odállt egy fiatalember. Öltő, nyakkendő, 18 éves. Azt mondja, hogy bocsánat, milyen kedve van. Néztem is, azt mondta, hogy ez miért tartozik magára? Ez engem speciál érdekel, mondta a fickó. És mondom, miért, hogyha rossz kedvem van, akkor nem áll velem szóba? Nem, de a TikTokon, gondolj bele, a TikTok életemben nem kattintottam TikTokra, nem azért, mert ellen, ellenérzésem van, nincs, nekem nincs arra időm, hogy TikTokozzak. Tudom, hogy ilyen kis, kis mityűrök vannak rajta, és az a gyerekeknek nagyon jó, nekem viszont arra nincs időm, hogy, hogy kattogtassa. TikTokon maga azt mondja, hogy az utcán felismerik, mióta csinálja ezt a repcincát, és ha jó kedve van, akkor azt mondja, hogy igen, maga az, de ha rossz kedve van, akkor azt mondja, hogy valami faszszal megint összekevertek. Én erről nem tudtam. Mm -hmm. e valami beszélgetésből ezt kivágták. És mondtam, azt mondtam neki, hogy jó, jó kedvem van. Mondtam a Vigszénál az előtt egy Csehov darab szünetében. És erre vagy tíz fiatal odajött, mint később kiderült szemre, ezek nem ismerték egymást, vagy ők nem ismerték egymást. És beszélgettünk a repről. Mint olyanról. Na most gondolj bele, hogy ezek a gyerekek, akik nézik a Csehovot, kötelező vagy nem kötelező, nem tudom, miért nézik, ezek a gyerekek fontosnak tartották, hogy beszélnek a repről, hogy hogy a problémákról, hogy ez ugye ez az, a Beton meg a. Tehát nyomták nekem a, 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 a dumát, és én nagyon boldog voltam, hogy, hogy, hogy valami bizalom irányult felém elképzelhető, hogy a rep most nagyon-nagyon fontos szerepet fog betölteni a fiatal nemzedékeknek a, a tudatában és a befogadásában. Nem feltétlenül a szalon rep, ami, ami stadionokat tölt meg, hanem mint régen az alternatív a Balaton, meg a... Meg a Sziámi, meg a... Sziámi, meg a... Igen. Sorol, sorolhatnánk ezeket igen, a zenekarokat. De ez tök jó van így. Hát a, nagyon jó a, van, nagyon, így, jó nagyon, van, így, van, így megint megvan, megvan, egy alternatív közösség, ez pedig, ez pedig a repnek ez a kemény magja. Igen, igen. Egyébként ezek, lehet, hogy ezek a old school művészeti ágak, mint az irodalom, próza irodalom költészet, ezek nem is ba csúnya dolgot fog lehet, hogy nem is baj, hogy hátrébb szorulnak, tehát néha ismerni, hogy tök más kifejező eszközök vannak előttünk. Természetesen. Nagyon-nagyon fontos egy fiatal ember számára, hogy azonnal hasson. Nem feltétlenül a, a háborús békét kell elolvasni egy fiatal embernek ahhoz, hogy valamilyen azonnali élményhez jusson. Hanem, hanem adott esetben, nem tudom, a bongornak kell egy mondatát vinnie magával, hogy, hogy túl tudja élni azt a helyzetet otthon, az iskolában, a családban, valahol. Mindig kell vinni valamit magunkkal. Az irodalom az ilyen, ilyen nagyobb szatyor, nagyobb, nagyobb hátizsák abból nem tudod előrángatni a hirtelen a megoldásokat. A mondatokat viszont a költészetből elő tudod rántani, és elő tudod rántani adott esetben a, a rep költészetből is, adott esetben most már track cincát csinálunk, ugye? mert már nem csak a rappel foglalkozunk, hanem, hanem azokkal a a, a, a rephez közel, közel, álló, rephez rap, közelítő zenei műfajokkal, amelyek, amelyek nem, nem, zenék, nem nem, ilyen sanzon hanem, hanem, mondanak elmondanak komoly dolgokat, de már nem ebben a, ebben a, a, a repütemben, tehát a, a, kötelező, kötelező Tam, 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 És tam, nem káromkodnak temezés. annyit? Meg ez a, ez a kicsit ilyen szoftosabb verzió? Nekem sose zavart a káromkodás. Engem sem. Csak kérdem. nagyon, nagyon érdekes volt, hogy az egyik ilyen, ilyen repcincát az unokáimmal néztem végig. És a, én, én, nem, én, magam is káromkodom, tehát én azt gondolom, hogy én ilyen szempontból nem vagyok, nem vagyok egy szent ember, nem vagyok egy csodember, olyan vagyok, mint te vagy én, mindenki, mindenki, mindenki ilyen. És akkor ő, nem idézem a szövegeket, mert ez mégis egy olyan műsor, ahol, ahol, gondolom, hogy van valami fajta, ha nem is cenzúra, de valami fajta visszatartás. És akkor volt egy káromkodása. Már mondtál egy szót, amit ki kell vegyek. A 15 percnél direkt néztem az FM adásból. De, de, neved, de, de, de a podcastben mehet? De azt nevet ki. De muszáj leszek. az FM-ben, tehát, tehát on air, tehát a rádióban nem mehet le. Értem. Tehát, tehát a, tehát, tehát volt egy szó, amire, amire azt mondtam, hogy igen, ez a szó ide illik, mondtam, és ott ült a két unokám, és megismételtem a szót. Uh -huh. 9 éves és 10 éves is néztek rám az unokáim, nézett rám a lányom, és így a lányom azt mondja, apa, nem nézzük meg leg, legközelebb együtt a, a repcincádat, de azt gondolom, hogy vannak, vannak dolgok, amiket nem lehet máshogy mondani. Nyilvánvalóan a, a közmédiában vagy a médiában vannak szabályok, uh -huh. amelyek ezt, 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 gátolják. De a minden életben én nem találkoztam olyan emberrel. Pedig pap, rokonám rokonaim is voltak, akik, nem ne mondtak volna a olyan szólok megyéből? Tessék? Jász Te ott, on, on, on Pest ott meg megyel, Pest, Pest, megyel. én csak szónokon születtem. Tehát a bony, Abony az Pest megye. Abony már Pest megye. Igen, igen, Nem is tudtam. Nagy bánatom, fölkértek, hogy mutassam be Szónok megyét, vannak ilyen megyejárások. És én mondtam, hogy bemutatnám, ha tudnám, hogy mi van Szónok megyében. Én csak ott születtem, pár napot töltettem töltöttem Én 18 évig ott értem. Szónokon? Nem, nem, Karcagon. Tehát az a... csak megyében. Ott van a legjobb birkapörkölt. Hát igen, az hungalikum lett a Karcagon Lettél már olyat? Hogyne. Szeret, szeret jókat enni? Igen. Aha. Meg foglak átövetni a karcegó Mindenképpen. Jövő évi fesztivál, menjünk együtt, és akkor dumálunk egy benne vagyok, egy csört, vagy, vagy bármit, és a És akkor, és akkor... És akkor... Meg... úgy kell összeszervezni, hogy legyen pár a színpadon, akik előadnak, és a... akkor tegyük egy úgy. spontán repcincát lehet tolni. És... tegyük úgy, és domáljunk velük. Igen, igen. igen megfi... ha már a fiatalsággal kezdtük, megfiatalított téged az az, hogy ilyen, ilyen gyerekekkel foglalkozol, ilyen előadókkal foglalkozol? Nem. Fri... frissítően hatál, ez nem. az egész dolog? Nem, 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 nem. Azt vagy egyáltalán nem erről van szó. Én esztetikai szempontból nézem a szövegeket. Uh -huh. Tehát, tehát ez, ez olyan, mint hogy Arany Deség... Attól még hat? -hat, hat, -hat. Lehet, hogy hat, lehet, hogy hat, csak nem veszem észre. Tehát Arany János szövegét ugyanolyan, ugyanolyan szemmel nézem, mint, mint, mint nem tudom én, a, a Gege szövegét, az egyik repes rap, barátom szövegét. Tehát tehát én azt nézem, hogy egy adott szövegben mi az, ami irodalmi érték tud lenni, azzá tud válni, az a, mi, mi az, amit tud közvetíteni, és mi az, ami nem. Tehát e, 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 itt nincsenek korok. Nincsenek korok. Én nem hiszem, hogy Petőfi fiatalabb volt Aranynál ö, megszólalásban, bár mindenki azt mondja, hogy Petőfi az a, a hév, az Arany meg a nyugalom, nem. Nem, itt, itt, egyszerűen mondatok vannak, szókapcsolatok vannak, betűk vannak, pontok vannak, kettős pontok vannak, csak ezeket lehet vizsgálni. Visszacsatolnék csak. az előbbi mondandódhoz, mitől a költészet a költészet? Tehát, mit, mikor látod azt, hogy a költészet megjelenik, nincs az, hogy nincs olyan, hogy ez úgy, ahogy van költészet? Tehát mit, mikor beszélünk költészetről, és mikor nem beszélünk még költészetről. Van ilyen, mi, mi, mik a kritériumok? Ez nagyon nehéz, ezt most, ha neki kezdenénk, és reggel fejeznénk be a műsort, akkor se jutnánk a végére, viszont nekem... Akkor egy... most a sört a boldor, és akkor neki kezdünk. <laughs> van ennél egy egyszer, egyszerűbb, egyszerűbb, megfogalmazásom. A költészet az, az, ami a legfontosabb, a költészet nem gondolatokból, hanem szavakból áll. A költészet szerintem a szavak különös rendje. Az a rendje, amit egyébként a hétköznapi életben nem használunk. Uh -huh. Tehát olyan sorrendben rakni a szavakat, amelyek, egy, amelyek maguk hozzák létre a jelentést, azaz nem a jelentés felől közelítek a szavakhoz, hanem a szavak hozzák létre egy jelentést. A közéleti költészetben sincsen máshogy. Hogyha valami nagyon durvát akarsz mondani, azt elmondhatod nagyon durván, és nem hat. Általában a káromkodás nem hat, csak akkor, hogyha, hogyha olyan nyelvi közegben van beágyazva, amely, amely megemeli magát a, a szavakat, a szavak jelentését. Tehát én amikor költészetről beszélek, nagyon sok fiatallal foglalkoztam és tanítottam is, én mindig azt mondtam nekik, hogy, hogy egyről szakjanak le, hogy a költészet az nem gondolatokból áll, hanem szavakból. A rep azért nem költészet, uh -huh. mert a rep gondolatokból áll. Azért közelít a költészethez, mert van, amikor olyan szó konstellációk keletkeznek meg, amelyekre azt szoktam mondani, amikor elemzem ezeket a szövegeket, hogy ezt én szívesen megvenném, átvenném, alkalmaznám, használnám, mert ezt irigylem. De általában nem, nincs így. Tehát általában a, 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 a rep az, az nyomja, 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 mert az a dolga, hogy mondja. Az a dolga, hogy mondja. És ne felejtsük el, hogy a, a, a költészet és a dalszövegírás, adott esetben a rep, az két nagyon különböző dolog. Ahhoz, hogy te hassa a szemben lévőkre, azonnali átvitelt kell elérned. Nincs idő gondolkodni az, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld nyárfa az ablak előtt. Ezen nincs időt gondolkodni, amikor lent vagy uh -huh. a közönségben. A arra van időt gondolkodni, hogy megütöm, esik, fáj. Nagyon durva voltam. Tehát azonnal hatnia kell a szövegnek a hallgatóra. Ebben különbözik a dalszöveg, Elsősorban a költészettől. A költészet az, az gondolkodásra készített, belső elmélyülésre készített, belső kombinatórikára készített, belső ő, rendszer létrehozására készített, míg a dalszöveg azonnali hatás kell, hogy elérjen. Nem lehet bonyolult, nem lehet sokértelmű, kétértelmű talán lehet, azon még mosolyognak itt, háromértelmű már nem, és azonnal tovább kell menni. Most ez nagyon különbözik. Tehát e, itt a költészetet és a dalszöveget nem szabad összekeverni. Uh -huh. A repszöveg tehát nem költészet, de művészet. ugye? Yeah. Művészet. Ő, az, hogy a, az, hogy ki művész ebben az országban és ki nem művész, azt nem tudom. Nézd, ebben az országban mindenki azt mondja magáról, hogy művész. Én nem szoktam mondani, én soha nem használtam azt az út, hogy én művész vagyok, és akkor azt mondják, hogy művész vagyok, akkor azt mondom, hogy bocsánat, hogy író vagyok legfeljebb. Ma minden második ember művész. Tehát mindenki, aki két sort leírt, és, és, nézd, itt ülünk egy stúdióban, nem tudom hány stúdió van Budapesten, és hány stúdió van az országban. Ha minden, minden stúdióban két dalt fölénekel valaki, akkor minden stúdióban már ö, van egy művész. Ha ezer stúdió van ebben az országban, akkor adott pillanatban 1000 művész van, 365 000 művész van minden nap más művész. Tehát én azt a szót, hogy művész nem használnám. Uh -huh. A repes rap, kollégáimnak is azt mondom, hogy zenészek. Uh -huh. Mégis ebben a stúdióban is ül két életművész, ugye? Hát ez egy nagyon csúnya poém volt, mindegy. A, a igen. Művész, igen, igen, a művész az nagyon bonyolult dolog, én nem, nem szívesen használom magamra. Aha. És nem is, is szeretem azt mondani, hogy művész. És hogyha úgy kérdezem, hogy mondjuk egy, ha nem is egy rap szöveg, de mondjuk egy rap album az, és hogyha mellé teszik mondjuk a Háború és Békét, ha már említetted, az két különböző szint? Tehát, tehát, azt hiszem, hogy az nagyon két különböző szint. És most ne arról beszéljünk, hogy az egyik a, a nagy szint, a másik pedig egy kis szint, hanem arról beszéljünk, hogy amíg ö, a háború és békét tételezhetően, amíg, amíg ember él a világban, addig azt elolvassák, meg az oda kerül az asztalra, nem biztos, hogy egy rep zene vagy egy rep album az oda kerül az asztalra. Hiszen gondolj bele, ha csak. Ha csak azt nézzük, hogy hány fontos művész. Művész. Azt mondom, és egyszerűen megakadályoztam a kezemet, apostrofáltam. Hány fontos művész volt már csak a mi életünkben? Te fiatalabb vagy, tiédben kevesebb, enyémben több. Hány olyan ember van, akinek a nevére sem emlékszel, de művész volt? de művészként járta a világot, de művészként csinálta. Azt gondolom, hogy ezzel, ezzel ö, 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 ökonomikusabban kéne bánnunk, ezzel a szóval, hogy művész. Művész az, aki, aki maradandót alkot. A könnyű zene, van egy ilyen szó, hogy könnyű zene, az nagyon kétes, hogy művészetet hoz -e létre. Művészetként lehet művelniük a művelőinek, de nem biztos, hogy maga művészet. A rep hasonlóképpen lehet, lehet kérdéses. Soha nem gondoltam, hogy én több lennék íróként, mint a repszövegíró kollégám. De az feltételezhető, hogy mivel megírtam 60 könyvet, mondjuk, és abból a könyvből ha érvényes 10 könyv az megmarad, az inkább involválja azt a szót, hogy művész rám visszamenőleg, mint, mint az az album, ami, ami, az a nem tudom hány album, ami aztán feledésben merül, mert újabb és újabb albumok jönnek. A, a, a zenében úgy toják toják egymást, tehát tolják vissza a, a jelenléttel a múltba a létező jelenségeket. Tudod, a létező megjelenő albumokat, ö, van három-négy együtt omega-metro-illés. Már nem biztos, hogy egy fiatal ember pontosan fogja tudni azt, amikor azt mondod neki, hogy illés. Uh -huh. Vagy omega. Vagy metro. Nem biztos, hogy tudni fogja, hogy miről van szó. Nem biztos, hogy elő fog vala is, de 50 évvel előkerül egy omega-lemez, egy metro-lemez, bármi. Nem, ezt nem tudjuk, nem tudjuk még fölmérni. Tehát így nem tudjuk mérni a művészetet. Tehát a rep, mint művészet természetesen a jelen művészeteként létezik. De a művészet, mint, mint általános fogalom, a művészet, mint időben ható és időben kiterjedő jelenség, az nem biztos, hogy meg tud mindent tartani. Sőt, nagyon keveset tart meg. <hül> Amikor foglalkozol ezekkel a szövegekkel, ezekkel a rep alkotókkal, akkor látsz, hogy tudunk beszélni olyan általános problémáról, amiről ők beszélnek, ami a legtöbb szövegben, mi foglalkoztatja ezeket az embereket leginkább, mondjuk a két-három legfontosabb jelenség probléma, amiben folyamatosan beleütközöl? Nem tudok ilyet mondani. Nem tudok ilyet mondani. Nagyon, ér nagyon, érdekes. Minden, minden rappernek, hívhatjuk őket rappernek, gondolom, repszövegírónak van, valami, van valami eh, olyan, amit, amit, úgy, amit, úgy, el akar mondani. Ez olyan, mint a költészet. Tehát, ha azt mondod, hogy, hogy, hogy engem mi foglalkoztat költőként, akkor nagyon zavarba jövök, mert mindig más. Tehát őket ugyanaz, ugyanaz a, az a, az az, az az élet ritmus foglalkoztatja, ami, amiben benne vannak. Ami épp, amiben éppen benne vannak, és nagyon érdekes, egy rapper azt mondta, azt nyilatkozta, és én eltűnöttem, hogy igazat mondott te, hogy ő nem ő, 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 ő egy zárkózott ember. Ő fél megmutatni magát, ami a tíz éven keresztül csak részegen lépett föl, és csak részegen írta meg a szövegeit. Na most ö, ö, ez azért érdekes, amikor ezt, ezt olvasom, vagy az, ezt olvastam, tudod, hogy azon tűnődöm, hogy amikor én egy szöveget írok, akkor én milyen állapotban vagyok? Nem vagyok feltétlenül, most mondanék egy szót, de ki úgy is kihúzott, tehát nem vagyok feltétlenül ittas bebaszva ezt akartam mondani. Nem vagyok feltétlenül bebaszva. egy perc kor, ezt ki kell húzni, de nem, viszont igen. a podcastben benne hagyjuk. Nem vagyok feltétlenül bebaszva, mert nem lehetek, mert akkor nem tudok írni. Egy repszövegíró tud írni bebaszva is. Uh -huh. Tehát ez, ez, alapvető különbség. Tehát, Tényleg hát, euh, nem tudsz írni a állapotban? Tehát verset, vagy Én nem tudom, én adit, adit, adit azért így le, mindig részek volt, amikor írt. Uh -huh. adit részek volt, és, és gyógyszerezte magát. Tehát... Hát én mondjuk egy kicsit sokat ismételt, ugye? De megengedhette magának. Én, én inkább szerkesztő típusú író vagyok, tehát én nekem szükséges az, hogy én én tisztelegem fejem, és pontosan lássam azokat a rendszereket, amikben, ha lehet ilyet mondani, rendszerekbe fogalmazok. Tehát, tehát a, a visszatérve a, a repszövegírókra, Szóval nyilvánvalóan nekik is megvan a maguk, maguk ő, ő szere, meg megvan a, mag, a, szere, a szerük a monomániájuk, és ezt, ezt nyomják. Mm -hmm. Egyébként visszatérve a költés, költészetedre, a, szintén valahol nyilkoztad, hogy te soha nem úgy írsz, vagy nem úgy született meg a verseid, hogy belőled, azok nem rólad szólnak, hanem egyszerűen van egy tárgyad, és az megfogalmazott különböző féleképpen, és hogy nem, ne gondoljuk azt, hogy minden művész saját magáról ír. És ez egy, egy tévét, hogy mindenki magáról ír. Ez, ez, ez így, csak azért, azért fura, mert az egyszerű emberek számára, amiket tanultak mi, mondjuk maradjunk az általános iskolánál, meg a lírai én, ugye? Ezek, ezek azok általános dolgok. Te viszont azt mondtad, hogy hát -hát, nem erről van szó. Igen, azt hiszem, a romantikus költészettel ért véget a, az én költészet. Tehát én nem azt mondtam, hogy nem magamról írok, hanem azt mondtam, hogy én, 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 én tárgy, tárgyként tekintem a, a költészetet, a szavaknak a, a kombináciájaként tekintem. Hogyha megnézed a legutolsó kötetemet, abban gyakorlatilag né, a, a, két részből áll a könyv. Egyrészt áll felező szonettekből, ez körülbelül 150-170, másrészt pedig hátrahagyott versekből, az mi azt jelenti, hogy befejeztem a költészetet. A hátrahagyott versek között valószínűleg vannak alanyi megszólalások, tehát amikor azt mondom, hogy én, én SML, én szomorú vagyok. Az első részben pedig nincs. Az első részben egyes szám harmadik személyű minden megszólalás. Ami két dolgot jelent. Egyik az, hogy nem csak attól távolodom el, aki vagyok, aki most veled szemben ül, hanem attól is, amit az az illető képvisel vagy mond. Tehát nem azt mondom, hogy ő, fáj a szívem, mert boldogtalan vagyok, hanem azt mondom, hogy fáj a szíve, mert boldogtalan. Óriási távolság van a két ő, ő, megszólalás között. Azt, akiről beszélek, arra rálátok. Mint hogy egy gombostűvel felszúrnám egy egy bársony ö, 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 anyagra, és megfigyelném. Tehát amikor azt mondom, hogy szomorú vagyok, akkor az alanyi költészet, akkor, akkor nincs, nincs viszonyom hozzám, hanem csak én vagyok. Ha azt mondom, hogy ő szomorú, akkor én rálátok, akkor én őt figyelem, őt megfigyelem, még ha az én vagyok, akkor is. És ez a fajta költészet, vitt engem el odáig valószínűleg, hogy abba adjam a költészetet. Tehát amikor már, amikor már saját magamat é, látom, és saját magamat é, tudom elemezni, és saját magam, és az, a saját elemzésem tárgyává váltam, akkor elérkezett a költészet, legalábbis az én költészetem addig a pontjáig, hogy amikor van is tovább. Miért te változtattál te többször is stílus a pályát során volt romantikus, volt avantgárd, volt ö, ö, modernesebben népies. Ez miért, miért volt szükség? Hát, e, te azt mondtad, hogy mindig meguntad, és amikor megkényelmes lett, akkor változtattál. Csak ez volt az oka? Valószínűleg ez volt az oka. Én, én részben kísérletedő típus vagyok, másrészt pedig magányos ember. Ez mit jelent? Nem nagyon, igen, ezt, ezt, azt mondom, ezt nem nagyon szoktam előhozni. Tehát amikor én elindultam a, egy, egy népies szürrealista vonalon, amit Nagy László, Jóász Ferenc, Csóri Sándor ezek képviseltek, akkor én, a Ratkó nemzedékből való voltam, tehát rengetegen voltunk ilyen fiatal költők, és akkor még ráadásul ki is adtam egy Arctalan nemzedék című eszét, amiből, ami aztán ilyen, ilyen vezér, vezérköltői stallumhoz vitt volna, akkor én ezen nagyon megértem, és arra gondoltam, hogy én nem akarok, nem akarok se vezér lenni, se vezető lenni semminek, és, akkor, és, és, nem akarom egész életemben ugyanazt csinálni, ezt vág ki majd ugyanazt a szart csinálni, amit már kitapostam magamnak, nem akarok, nem akarok ő, életem végéig ő és lenni. Keresnem kell az utamat. Akkor lettem a vangard akkor volt az avangardnak egy második felfutása, ugye először a vérbe folytatták a hajdani avangardistákat, és akkor, amikor neki nekilódultam az avangardnak, akkor megint azt vettem észre, hogy, hogy, hogy megint valami fajta vezér szerepbe kerülök, sőt, volt is -e egy ilyen írás, hogy a sereg nélküli vezér, mert ugye mindig hangsúlyoztam, hogy én nem akarok sehova se tartozni akkor az avantgardot is abba hagytam, mert azt is, azt is szakmányban tudtam csinálni, és nem akartam semmifajta vezető pozíciót betölteni. Akkor mentem ide, mentem oda, tehát mindig, mindig kerestem, kerestem azt az utat, ahol, ahol egyedül lehettem. Kétszer kértek fel írószövetségi elnöknek, Erdélyből megkerestek, mindenhonnan nem vállaltam természetesen, mert én nem tudok vezető lenni, semmilyen formában nem tudok vezető lenni, én magányos ember akarok lenni. És akkor találtam ki magamnak azt a kifejezési radikális eklektika. Hát igen, ez, ez jó szó. Ami, azt, tudom, tudom, ez... ami azt jelenti, hogy nem tartozol sehova. Tehát, ha akarsz, akkor avantgard dolgokat raksz bele a szövegbe. Szöveget... Vannak ilyenek? Sokan a, a kortársaid, vagy akár most a már, jelleműzeti jellemben? Most már vannak sokan. Uh -huh. Úgy látom, hogy vannak sokan. Ez, ez nem olyan, amit követni lehet, vagy követni kell, vagy fel lehet fedezni, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy megengedsz mindent magadnak, amit, amit alkotóként addig elsajátítottál. Ahhoz a ragaszkodom hozzá, hogy csak olyanok csináljanak ilyesmit, akik értik a szakmát. Tehát én tanítok, és amikor tanítok, akkor én az első egy vagy két évben, amikor a, a, a diákjaimmal vagy a mentoráltjaimmal foglalkozom, akkor csak kötött formákat tanítok. Könyörtelen az antik formákat, az időmértékes formákat, csak olyan formákat, amiket aztán meg lehet tagadni. De még nem érted a szakmát, addig te nem, Nincs mind, ha? Addig te nem radikális vagy, hanem ostoba addig nagy szájú vagy és pökhendi. És ezt ne enged meg magadnak költőként. Tehát akkor, akkor lehet lázadó, hogyha kisületben van a szakma. Így van. Aha. Ha tudod, hogy mit, miért hagysz el. Én mindent megtanultam, amit meg lehet tanulni ebben a szakmában. Remélem, talán mindent tudok. Én most megengedem magamnak, hogy... A szabadság hogy, luxusát? Hogy szabad legyek, igen, hogy szabad legyek, azt, azt csináljak, amihez kedvem van. De ehhez, mm. de ehhez nagyon sok, sok idő Mikor kell. Mikor érezted először az életedben, hogy ezt, ezt megteheted? És meg akarod tenni? Mikor éreztem ezt először? Aha. Én nem tudom, hányadik kötetem után. Tehát, tehát ha a kötetemet végignézzük, akkor végig lehet követni a változásokat. Tehát amikor a... a, a, a Szűre, a népies szürrealizmus után következett egy nagy vadavangard korszak. Azt talán két könyv is lehetett. Akkor jött egy, jött egy nagyon ö, elégikus, romantikus időszak. Akkor jött egy nagyon száraz, tárgyas időszak. Akkor jött egy ilyen válságlíra, ami elsősorban nem, nem formai, hanem, hanem emberi lélektani kérdésekkel foglalkozott. És talán a, a Seregszámla című kötetemnél jutottam el oda, amikor azt mondtam, hogy minde, most már minden jöhet. Uh -huh. Most már én, én mindent megengedek magamnak, minden jöhet. Lehet, tehát, tehát egy olyan, azért 20 év, év tanulási idő volt. Uh -huh. Nekem a legjobb, én is szoktam élni, bár bármilyen cikkeket, meg ilyesmi, és akkor sikerül a legjobban, amikor már mindenbe beleszarok. Tehát, tehát amikor már úgy érzem, hogy. hogy nem, és akkor hirtelen odállok, és akkor azok a legjobbak. Nos, nagyon érdekes ez, amit mondtam, mert ugye bejelentettem, hogy befejeztem tavaly a költészetet, és senki se itt el. Ha Olyannyira... lehet, hogy tartasz még egy búcsúkoncert, koncertet? csak irodalmi. <laughs> majd igen, még egyszer vissza, ez még egyszer... annyi, annyi hasznot nem hoz, hasz, mint a zenekaroknak az igen. ilyen búcsúkoncert. Nem, nem, hiszem, hogy ilyen lenne. É, és de ezt, de mindenhol most, most be, be, is jelentettem, tehát hogy nehogy, nem, nem, nem nehogy visszakozzam. Azért van az, azt tudod, mert, mert amikor azt érzed, hogy mindent meg tudtál csinálni, amit, amit elterveztél, amikor már bármit meg tudsz csinálni, fölébredsz, eszedből valami meg tudod írni, akkor nem biztos, hogy érdemes. Bármilyen furcsa. Uh -huh de valami csak foglalkoztat, ami irányba akarod lenni, még a további irodalmi munkásságodat. Nem foglalkoztat. Semmi? Hát foglalkoztat, mert egy, egy, drámát még meg kell írnom, pontosabban egy Shakespeare adaptációt meg kell csinálnom, egy, egy, egy ügyelő barátomnak egy drámaszerű ö, búcsújátékot akarok még írni, de az igazi drámát azt most befejeztem egy jókai munkácsi darabot értem a színházamnak, aminek valamikor össze lesz a bemutatója. Én nem foglalkoztat, nem foglalkoztat már az, hogy írjak. Uh -huh. Te egy ilyen bohém csávó vagy, aki szeret élni, megszeret élni az élet teljességét, ezt gondolnám. Én nem tudom, le, annak tartanak, lazának tartanak, én igazából nem tudok élni, igazából nem tudok élni, ha én élek, akkor aztán gyakorta megbánom, tehát, tehát nem nagyon tudom a fékeket, fékeket pontosan kezelni. Uh -huh. Tehát hol nagyon benne vagyok a dolgokban, hol nem nagyon vagyok benne a dolgokban. Hol, hol túlzok, hol kevésbé. Nem, nem tudsz mértéket adni adott esetben? Adott esetben Ilyen, van, igen, ha? adott esetben elvétem a mértékeket, ami ami abból adódik, hogy túl sokat voltam szab, fegyelmezett. Én sokat tanítottam, a tanár az fegyelmezett ember. Tehát túl sokat fegyelmeztem. Még a, a művész tanár is? Még a művész tanár is fegyelmezett, igen. Annyira fegyelmezett, hogy Nekem életemben egyszer volt osztályom, Osztályfőnökéget sose vállaltam éppen emiatt, mert igazából nem tartom magam fegyelmezett embernek, tehát annak az embernek, akinek minden, minden órája példaadó, vagy minden megjelenése példaadó a diáké számára. És na ezek, ezek a, a három évig voltam osztályfőnök a törökbálinti kísérleti gimnáziumban. És ilyet csináltam, hogy hat órán volt egy nap például. Nulla órával kezdtük, az volt a hetedik, és az gyakorlatilag mind magyar óra volt, nyelvtanírodalom, nyelvtanirodalom, és a hetedik volt az osztályfőnöki óra. Az osztályfőnöki órán pedig művészeket hívtam meg, költőket hívtam meg, mindenféle embereket hívtam meg, akik viszont kötelező hoztak magukkal, alkotásokat. És azok az alkotások felkerültek az osztályom falára. Tehát nem ilyen mány, aki 259. másolat volt, hanem teli volt modern művészeti alkotásokkal az osztályom, és, és rengeteg költőt, írót megismertek. Tehát ott nagyon-nagyon kemény, nagyon ke a három éven keresztül nagyon keményen ő, kitartottam emellett, hogy én, én tudok szabályos lenni. Alig vártam, hogy végül legyen. Fogunk majd beszélgetni hamarosan egy kerekasztal mellett, a, ahol a Gege lesz a vendégünk. Ha már így szóval került a neve, őról egészen konkrétan mit gondolsz? A, té a témáiról leginkább. Miért, miért érdekes számodra? A Gege tanár. A gege tanárember, a gege, gege számomra a fegyelmezett repzenész. Mm -hmm. Igen, repper volt szó, bocsánat, ezt nem mondtam. Igen, repper, a fegyelmezett és érdekes mondom számomra, úgy derült ki, mert, mint említettem neked, nem vagyok teljesen járatos a de most már azért valamennyire benne vagyok, hogy, hogy feltűnt, hogy mennyire komoly irodalmi műveltsége van. És amikor egyszer rákezdtem, akkor mondta, hogy ő, ő, tanár, hát az a dolg, hogy tanár. Most a, a gege az a művelt reperek közé tartozik. A többit majd ott. Mint az Ávada például, aki ugye... Az Ávada Peti Závada viszont Peti. nem rapper, ő költő. költő. De hát ugye a repelt, tehát a, a igen, rep, ő a az repzene, azért... repzene, igen, repzene, ír, de ő költőként ír repzenéket. A gegéről nem tudom, hogy hogy tanárként repper, vagy költőként is repper, erről még sose beszélünk. Igen, igen. Várunk mindenkit szeptember 8-án vasárnap az Akvárium Klubban, ahol egy tök érdekes beszélgetés lesz ilyenekről, és persze minden életérzésről, közérzetről, és más érdekes dologról. Egyébként a a hajógyár életúgy te nyilatkoztál, és akkor kvázi az életpályadat így fölvázoltad, Ugye vicces volt, hogy a, a, úgy mutattak be, nem téged, hanem úgy látom mindenkit, hogy az Életú című műsorban minden alkalommal a magyar popkultúra kiemelkedő alakjaival beszélgetünk. Mit szólsz hozzá, hogy a popkultúra kiemelkedő alakja lettél? Tehát a popkultúra itt a, Nézd, a, eh, a, lényeg. Büszke vagyok magamra. De szó, ennyi? Aha. Aha. Nézd, nem, nem, nem tudom, nem tudom. A kultúra, mint olyan, az nagyon tág fogalom. Hogyha, hogyha arra gondolok, hogy olyan, olyan közönséget el tudok érni, olyan rétegeket el tudok érni, akiket egyébként nem érnék el. Mert nem tartom ő, elképzelhetőnek, hogy ostromolják a könyvesboltokat, hogy a nehéz léptő ember című utolsó kötetemet megszerezzék, és tépik ki egymás kezéből az emberek, fiatal emberek, vagy idős emberek. De ha, de ha, valami megakad, a, az a szög megakad ugye a ruhájukba, és el, el, el elszakítja egy kicsit a hátukon, a én vagyok, az azért, az azért lehet fontos. Imádják a fiatalok ezt egyébként, szerintem. A Remély. repcincát, meg a trekcincát is. Én, én, én nagyon sok, sok fiatalt, beszéltem érdekes módon, utcán, utcán is, és tényleg, tényleg meglepő, ami viszont nem az én érdemem, hanem szerintem arról van hogy a rep most nagyon erősen jön föl. Megittátok már a pogány induló azt a sört Szegeden? Még ha, nem. Még nem. De megfogjátok? Hallott esetben? A Persze. Mindketten Ugye nekik is van kötődés. Én nem személyesen. Mit gondolsz az önmunkásságáról? Most hatalmasat megy, megtöltötte a nem tudom, milyen csarnokot. Év, ő nagyon, nagyon, fiatal. Te, nagyon, fiatal. Nagy, nagyon tehetséges, nagyon bátor. Ezt kell, bátran kell csinálni. Kíváncsi vagyok, ha találkozunk egymással, amit mit mondunk. Uh -huh. Nem találkoztunk még. Uh -huh. És az ő szövegeiről, elég külön így nem, nem tudom, vissza tudsz emlékezni, hogy mi az, nem. ami? Az az igazság, hogy nem tudok visszaemlékezni, mert hogyha belegondolsz, akkor hát készült már vagy szerintem, vagy 50 50 különböző, különböző emberről, és vagy különböző szövegről, és nem, nem tudok pontosan visszaemlékezni, mivel hogy nem találkozom velük. Csak a szövegekkel találkozom. És ők nem, nem akarnak lehet találkozni? Én, Én biztos akarnék, hogyha. Egy fiatal lány, tehát fiatal lány állt a villamoson, vékony fiatal, szép lány állt a villamoson, és nézett engem. Én nem vagyok annyira önhit, hogy azt gondoltam, hogy a szépségemért bámul, de valamiért felkeltettem az érdeklődését. És amikor szálltam volna le, ő ott állt az ajtóban, azt hiszem, hogy valaha a vágó itt felé tartott, továbbment, és azt mondta, hogy bocsánat nem maga, az a ZT. És mondom, én vagyok miért? Szóval beszélt rólam a a, a repcincában, És mondom, nagyon szittem. Szóval nem, nem, de köszönöm, hogy köszönöm, hogy komolyan vett. Uh -huh. Ennyi volt. Na most ezek olyan jó estek az emberek. Abszolút tudod. igen. Nem igen, tudom, igen. hogy mit mondtam a Szisziről, úgy, nyilvánvalóan mondtam, hogy az én méreteim szerint baromi gyorsan énekel. Tehát, tehát nagyon nehezen tudtam befogni, amikor énekelt az, hogy, az, hogy mit mond, mert hát elképesztően pörögött a nyelve. De maga az, hogy ő, 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 ő nem, azt, nem, azt gondolta, hogy jön egy, pass, jön egy, ember, és aztán őt ide teszi, oda teszi, hanem, hanem odafigyel rá az, és az jól esetnek ez azért fontos. Igen, önmagában magában az, hogy egy repszöveget egy, 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 elfogadott az establishment részét képező író elkezi elemezni, hát azért nagy tud ütni. De, nézd, tehát... nézd, én ebben, ebben, bízom, ebben bízom, hogy ők, ők komolyan vesznek engem, mert én komolyan veszem őket akkor arra se tudsz válaszolni, hogy, hogy van-e személyes azok azokhoz, akikkel foglalkoztál, vagy, vagy tudsz, vagy nem akarsz? Nem is akarsz... fogok erre válaszolni. Aha. Nem is fogok erre válaszolni. Majd mikrofon kívül. Mikrofon kívül. Oké. Okay. <laughs> Jó. Hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk. Hamarosan találkozunk egy e, e, ugyanennyi ideig tartó beszélgetésben, és ki fogjuk fejteni ott is a véleményünket, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Gyere még. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Ez komoly volt. Zatmári Robert műsorát hallottátok. Enyhe a tarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.